Mai vendégünk Hubay Imre, a Jászlajkun-Szolnok vármegyei közgyűlés elnöke. Üdvözlöm, elnök urat, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Kedves Csokonos, én is köszöntöm a kedves tévénézőket. A Tiszató törvény megalkotásáról és magáról a Tiszató törvény tartalmáról is beszéljünk, hiszen már érintettük a turisztikát, amely a térségben nagyon fontos, számos gyógyfürdő, számos turisztikai attrakció készült el az elmúlt időszakban. Így van, a Tiszató egy mesterséges képződmény. Amikor éppen, ha nem is napra pontosan, de 50 évvel ezelőtt elkezdték szakaszosan üzembe helyezni a Tiszatavat, akkor még úgy ismertük, hogy kiskörei tározó, víztározó, ami elsősorban az ár hullámok vagy a vízhiány különböző hatása érni védekezést, valamint az öntöző rendszerek, elsősorban a Nagykunság és a Tiszafüredi, valamint a jássági öntöző rendszernek a fejlesztését és a mezőgazdaság intenzív ágazatainak a vízzel való, öntöző vízzel való ellátását szolgálta. De nagyon gyorsan kiderült, amikor az első horgász beleesetett a kiskörei víztározóba, akkor jött rá, hogy hát ebbe úszni is lehet, nem csak halak vannak benne, hanem úszni is lehet. Egy sekély, átfolyó, rendszerű víztározó, gyakorlatilag mint keresztül folyik a Tisza, és éppen ezért egy olyan különleges életközösség, egy olyan különleges ártéri élővilág jött ott létre, ami leginkább talán a Tüskevárból lehet ismerős a mi generációinknak is. És aki kiáll a Tiszatóhoz, az mostanra olyan természeti értékek, olyan páratlan csodáknak a részese lehet, ami miatt egy nagyon komoly átgondolást igényel, hogy az 50 évvel ezelőtt létrehozott vízi létesítmény miképpen képes megfelelni az ökológiai elvárásoknak, miképpen képes szolgáltatését, turisztikáját, gazdaságának érénkítését úgy, az eredeti funkció, tehát az, hogy öntözésre, árvízvédelemre, belvízvédelemre és asszályani védekezésre, vagy Szolnok ivóvízbázisának a biztosítására, vagy a kiskörei erőműnek a működtetésére megfelelő műszaki feltételek álljanak rendelkezésre egy üzemeltetői szemmel. És mivel a magyar állam az üzemeltetője, a fenntartója a tónak, ezért a másfajta érdekeknek az összehangolása is a magyar államnak a privilégiuma, és itt a vízfelület használatakor számos olyan igénynek kell megfelelni, és számos olyan hasznosítási formát kell összehangolni, ami mára elengedhetetlenné tette, hogy egyrészt a tó fenntartási munkáig közepette a többi szintén nagyon hasznos ágazat, például a turisztika, abban a horgászturizmus, az aktív ökoturizmus, szabadidős turizmus, a kerékpáros turizmus, evezős vízi turizmus, a fürdőzés, rekreáció, kikapcsolódás, pihenés. Tehát ezek úgy férjenek meg egymással, hogy lehetőség szerint ne kelljen érdeksérelmet elszenvednie egyik ágazatnak se, de azok a folyamatokkal, amik csak a jog eszközeivel szabályozhatók, azoknak a folyamatoknak viszont megfelelő társadalmi kontroll és jogi kontroll alatt kell lenniük. Ez az építési szabályoknak a felülvizsgálatát, az önkormányzatoknak a településképi elvárásainak a teljesülését, akár a turisztikai ágazatok további fejlődésnek a lehetőségét, a kikötők számának, a csónakok számának, a kisgéphajóknak a számában való kontrollnak a lehetőségét is magában hordozzák. A szabad strandok, szabadvízű strandok, vagy akár az önkormányzati létesítmények is. Most látjuk a topos, topplusztos és az aktív és ökoturisztikai források lehívásakor, vagy a Tiszató térségi fejlesztési tanács pilot projektjeinél is, hogy nagyon fontos az, hogy szabályozottak legyenek a különböző területek. Szabályozottak legyenek, és az önkormányzatoknak, a magyar államnak és a vízfelület üzemeltetőjének, a kötivízinek mindig legyen érdemi lehetősége egy nagyon komoly társadalmi kontroll mellett, mindig legyen érdemi lehetősége arra, hogy az érvényben lévő természetvédelmi szabályok és a gazdasági érdekek összehangolásával mégiscsak egy továbbra is a következő 50 évre is élhető maradjon a Tiszató és térsége. Ebben én miután a Tiszató térségi fejlesztési tanács elnökeként ez kötelességem is, és mint a vármegyei közgyűlés elnökeként elnöktársaimmal, másik három vármegyei elnöktársammal egyeztetve, 2020 év elején életre hívtunk egy kezdeményezést a Tiszató törvény létrehozására. Sajnos ennek a pandémia keresztül húzta a munkáját ennek a bizottságnak, azóta pedig már van olyan minisztérium, ami azóta már nem is létezik, hanem más minisztériumok vették át a feladatait, tehát újra kell gondolni, hogy milyen körben kell egyeztetni a megszületőben lévő Tiszató törvényt, de mindenféleképpen a magyar állam képviseletében eljáró Magyarország kormánya az, aki a leginkább illeték
esetben ezen a területen, mi pedig azt a fajta társadalmi véleménynyilvánítást tudjuk mellé tenni, amitől az itt élők magukénak éreztetik a törvényt, és az valóban tükrözni fogja a helyi érdekeket. Rendkívül válságos éveken van túl a magyar mezőgazdaság. A koronavírus járvány, az asszály, az infláció és a háborúk megnehezítették az élelmiszergazdaságot. Hogyan látja, mi lehet ebből a kiút? Én örülnék neki, hogyha túl lenne a magyar mezőgazdaság ezen, és mivel a Jászlikon szólnak bármegye kifejezetten agrár érdekeltségű vármegye, hiszen nagyjából 350-360 ezer hektáron folyik mezőgazdasági termelés, az 550 ezer hektárnyi vármegyében, tehát egy nagy vármegyének számítunk a mezőgazdaság területén, óriási hagyományokkal kiszolgáltatva a környezeti és gazdasági folyamatoknak, akár megváltozóban lévő klimatikus adottságoknak, és most például az ukrán gabonaválságnak, de mondhatnám azt is, hogy nagyon szigorú Európai Uniós kontroll alatt zajlik a mezőgazdaság mindenhol az Európai Unió országaiban, de különösen nálunk, ahol óriási természeti értékek élveznek védelmet a Natura 2000-nek, a természetvédelmi területeknek és a nemzeti parkoknak köszönhetően, és a szintén 50 éves, idén 50 éves Ortobágy Nemzeti Park munkatársaival rendkívül sokat tudunk tenni azért, hogy ezek az értékek megőrzésre kerüljenek, de ez az agrárterületeken zajlik. Tehát itt a mezőgazdasági vállalkozásoknak nem csak azokkal a kihívásokkal kell szembenézni, hogy mit vár el tőlük az Európai Unió, vagy milyen energia árak, elszabadult gázolajár, elszabadult földgázárak, elszabadult villamosenergiárak, beragadt rossz közüzemi szerződések, vagy akár az ukrán gabona által okozott piaci nyomás, ami megfelezte vagy megharmadolta a Magyarország gabona árakat. Arról nem is beszélve, hogy azok a tárolók, ahol ilyen gabonákat tárolnak, azok nem fogadnak most hazai előállítású gabonákat, és így gyakorlatilag folytja be az idejévi termés, holott ennek nem szabadna így lenni. Hát nézzük, mert tavaly történelmi asszály volt, a termésünk kiesése az gyakorlatilag elérte a 75%-ot ebben a vármegyében, és az a 25%-nyi termés pedig semmiképpen nem szabadott volna, hogy kiszorítsa az ezévi termést a raktárakból, azok mégsem tudták fogadni. Ennek nyilván van egy oka, de ezt nem a vármegyei közgyűlés elnökének a tisztje megítélni. Az én tisztem annak a megítélése, hogy miképpen tudunk kiutakat keresni, kiutakat mutatni azoknak a gazdálkodóknak, akik esetleg vagy a szervezetlenség, vagy az összefogás hiánya, vagy akár az ismeretek hiánya, piaci ismeretek, szakmai ismeretek hiánya, az alulgépesítettség, a rossz korfa, tehát az előregedőben lévő gazdatársadalom révén, és az infrastruktúrális háttér szintén előregedése révén, vagy a szinte megfizethetetlenné vált legkorszerűbb technológia révén nem képesek önállóan megtalálni a kiutat, és ebben a Jászlikon-Szolnok vármegyei csapat újra összefog, és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával, a Kereskedelmi és Iparkamarával, valamint a Jászlikon-Szolnok vármegyei közgyűléssel közösen keressük a kiutakat. Az első konferenciánk Szolnokon rendkívüli érdeklődés és rendkívüli siker mellett zajlott, és már most azokból a tapasztalatokból merítkezve még tovább megyünk, mert nem elég csak a mezőgazdaságnak megfelelni a különböző környezeti kihívásnak vagy piaci anomáliáknak, hanem itt a munkaerő biztosítása, a szakképzettségnek a biztosítása, a szakképzés, a felsőoktatás háttérének a biztosítása, az infrastruktúrás háttér megújítása, az új pályázatokra való felkészülés, a közös agrárpolitika elvárásainak való megfelelés, a beruházások előkészítése, kivitelezés, finanszírozás, energiahordozók ára, együttműködések, feldolgozás, közvetlen értékesítés, szántóföldtől az asztali programoknak akár a nemzeti tulajdonban lévő kiskereskedelmi hálózat kiépítése, mind olyan feladat, ami igényli a szoros együttműködést a gazdatársadalommal, a politikai döntéshozókkal, a gazdaérdekképviseleti szervekkel, köztestületekkel, és nem csak egyel, tehát nem csak az Agrárgazdasági Kamarával, hanem Kereskedelmi és Iparkamarával, tehát a másik gazdasági kamarával is, hiszen a feldolgozók egy jó része ott van az együttműködésben érdekelt, szervezetek, integrátorok egy jó része ott van, és mivel közös a halmaz, közös a probléma. A probléma megoldásához keresett kiutak pedig szintén közösek kell, hogy legyenek, és ha összekapaszkodunk, ha együttműködünk, ha megszervezzük az életünket, a gazdák és a velük együtt szövetségben működő
ipari kereskedelmi szférának az együttműködését mi meg tudjuk teremteni, ehhez a kohézióhoz mozgatórugóként föl tudunk lépni, akkor az a Kiutak című konferencia sorozat, amit az Agrárkamara vármegyei szervezete indított, és a szónok első szónoki állomása után november 24-én már a Jászberényi következik. F. Kovács Sándor képviselő úrral egyeztettük a karcagi rendezvénynek az időpontját, Herceg Zsolt képviselő úrral pedig a mezőtúri rendezvénynek az időpontját, és minden térségbe külön-külön el szeretném menni, és rendszeresen fönn akarjuk tartani, hogy ezek a folyamatok, ezek ismertek legyenek a gazdálkodók előtt, és tudjanak választani. Ha úgy érzik, hogy egyedül nem találják a kiutat, akkor tudjanak csatlakozni. És ennek is szerves része, hogy például november 16-ára én, mint a Vármegyei Közgyűlés elnöke, létrehoztam egy olyan konferenciát, életre hívtam egy olyan konferenciát, ami kifejezetten növényi szaporítóanyagokkal foglalkozik, hiszen a versenyképesség ott kezdődik, hogy milyen minőségű szaporítóanyagok állnak a gazdák rendelkezésére a versenyképes termeléshez. Az pedig egy másik nagyon fontos szempont, hogy van-e még nemzeti hatáskörben működő vetőmag előállítás, vannak-e még nemesítő műhelyek, például a karcagi kutatóintézetnek a fajtái mennyire tudnak elterjedni a köztermesztésben, és mennyire vagyunk önellátóak egyáltalán vetőmagból, hiszen ez is egyfajta nemzet stratégiai, de mondhatnám, hogy biztonságpolitikai kérdés is, hiszen hogyha nem lennének saját vetőmagjaink, ha nem lennének saját a környezeti anomáliákhoz és a talajadottságokhoz jobban alkalmazkodó fajták, amik versenyképesen tudják tartani a mezőgazdaságot, akkor ez az ágazat nálunk, ez vesztére lenne hagyva. És mi ezt nem szeretnénk. Értelemszerűen abban vagyunk érdekeltek, hogy versenyképesek legyenek a gazdálkodóink, egészséges, friss, helyben előállított GMO-mentes élelmiszerekkel tudjuk ellátni a lakosságot, és ez olyan gazdasági erőt tartson vidéken, ami megtartó erő is egyben, hiszen ha a gazdáink elkezdenek elszegényedni, akkor elhagyják a gazdaságot, akkor elhagyják a termőföldművelését, kiürül a vidék, és nem lesz, ami megtartsa a fiataljainkat, nem lesz, ami fejlesz a gazdaságot, akkor nem is lenne értelme a köznevelésért, az infrastruktúra fejlesztésért vagy autópályáikért harcolni. Mi az ellenkezőjében, ahogy említettem, az ellenkezőjében vagyunk érdekeltek, és minden politikai döntéshozóval, minden társadalmi szervezettel, köztestülettel, érdekvédelemmel tartjuk a kapcsolatot, és behozzuk a szakképzés, a felsőfoktatásnak a képzés, a kérdését, terítékre tesszük, és keressük közösen a kiutakat. Elnök úr, köszönöm az interjút. Köszönöm szépen.